Kedves Hétszínvirág óvodás gyermekei és óvónéniei, most egy icipicit még halkítsátok el hangszereiteket, hogy halljátok, hogy miről is szólt ez a történet. Annó réges-régen, itt Isaszeg falujában, mert még város nem volt, tél végén, tavasz közelettével, virágvasárnapkor, a lányok elindultak kiszebabával, hogy előzzék a telet, meghozzák a meleget, elmenjen a betegség, megjöjjön az egészség. Elindultak a falu egyik részéből a másik végébe énekkel, körtáncokkal, és így végig a falun ünnepeltek, és várták a tavaszt. Most mi is eljátsszuk ezt a szokást, úgyhogy elindulunk, mint hogyha ott lenne a falu vége, elmegyünk a kis fenyőfánkig, ott meg fogjuk kerülni, visszajövünk, és meglátjátok majd, hogy a kiszebabát hogy fogjuk majd elégetni. Jó, vites akar lenni, tekeredik a vites, jó akar lenni, tekeredik a kígyó, vites akar lenni. Thank you.
ahol a kisebabát letették a földre. De mielőtt letették volna, körbejárjuk, és tegyük rá a rossz kívánságos lapunkat. Napraforgó csoport! Hát, ahogy sikerült. Következik a tulipán csoport. Ide, majd ide fogom adni. Ne akarsz mi? Hát, hogy látszoljon, hogy megfordítom. Nem baj, majd így fogjuk. Mi kis papírra írtuk, de elég hosszú a listánk. Mindjárt elolvasunk belőle. Jaj, jaj. Kisebabára, amiket fölírtunk, hogy előzzük a hideget, előzzük a betegséget, előzzük a szomorúságot, ne legyen irigység, ne legyen betegség, se járványok, legyen ez a kisebaba arra, hogyha majd megégetjük, elszáll vele, és csak a jó dolgok jöjjenek. De mielőtt ezeket elmondjuk, Thank you.
barátok, szebb lőtmányok, kenyér bomborítók. Tojás hiszen, ha mosok, szeplős akkor nem vagyok. Pecskét látok, szebb lőtmányok, kenyér bomborítók. Képzeljétek, nem csak a tűznek volt varázsereje. A lányok azt hitték, ha a kútból kimerítik a vizet, megérintik kezükkel, és megmossák az arcukat, szépek lesznek, frissek, egészségesek, és soha nem lesznek betegek. És nem csak elégették a kiszebabát, hanem ahol a patak folyt, beledobták, hogy elúszon a sok rossz, és megjöjjön a jó. Mi most összekeverjük a kettőt, elúsztatjuk. És hogy tényleg meglegyen ennek az ünnepnek a keletje, elrakjátok ezt az ágat, fölteszitek az ajtót a leszfájára, hogy soha ne legyen most már betegség, csak egészség. Most pedig mulassunk még egyet! Thank you.